Csak akkor van értelmük a gazdasági sikereknek, ha meg tudjuk védeni az országot. Erről beszélt Orbán Viktor az iparkamara évnyitóján. Katonás tempóban fiatal férfiak menetelnek az unió felé, döbbenetes felvételeket rögzített az M1 Boszniában. Mintha jó barátok lennének, úgy nevetgélt egymással Trump és Kim Jong-un, holnap derül ki, lesz eredménye a csúcsnak. És tekesek rohanták le a pénzügyőröket a magyar-ukrán határon, korrupcióval gyanúsítják őket. Ez a Híradó fél nyolckor az M1-en. Németh Balázs vagyok, jó estét kívánok, kezdünk! Meg kell fékezni a népesedési hanyatlást, és újjá kell építeni a Kárpát-medencét. Ezeket is a fontosabb, hosszú távú célok közé sorolta Orbán Viktor az Iparkamara évnyitó rendezvényén. Megerősítette a miniszterelnök, hogy 2030-ig az Unió 5 legjobb állama közé kell kerülnie Magyarországnak. Hozzátette azonban, hogy semmi értelme nincsen a gazdasági sikereknek, hogyha a bevándorlás miatt a gyerekeinket, illetve az unokáinkat olyan világ veszi majd körül, amelyben nem jó élni. Fel kell készülnünk a megtorpanás nélküli fejlődés feltételeinek a biztosítására. Magyarországnak készen kell állnia arra, hogy úgy vegye a felbukkanó akadályokat, hogy a gazdaság ne essen vissza. Erről beszélt Parag László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján. 2030-ig miniszterelnök úr által kijelölt idősáv végéig Magyarország végrehajthat egy olyan versenyképességi fordulatot, amely fenntarthatóvá teszi az eddig elért eredményeket. Magyarországnak versenyképességi fordulatra van szüksége ahhoz, hogy a magyar gazdaság uniós átlagot meghaladó növekedési pályája a jövőben is fennmaradjon. Ezt pedig Matolcsy György emelte ki. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint ehhez például meg kell duplázni a reálkereseteket, és évente legalább 4%-kal kell növekednie a gazdaságnak. A következő évekre vonatkozóan is megvan a magyar gazdaságban az a lendület, ami legalább 4%-os szinten tarthatja a gazdaság növekedését. Varga Mihály szerint a magyar gazdaság növekedhet annyival, hogy nőjön az ország versenyképessége is. A pénzügyminiszter például fontosnak nevezte, hogy az államadóság 2022-re a GDP 60%-a alá csökkenjen. Nem lesz értelme a gazdasági sikereiknek, a cégeiknek, hogyha egyébként az unokáik meg a gyermekeik egy olyan világban veszik át önöktől a cégeket, amiben nem jó élni. Amikor a migráció európai hatásairól beszélünk, a gyermekeinkről, az unokáinkról, az ő biztonságukról van szó, hangsúlyozta Orbán Viktor a gazdasági élet jelenlévő képviselőinek. A miniszterelnök hozzátette, aki most nem cselekszik, az később már nem tudja megtenni. Olyan történelmi folyamatok zajlanak, amit bevándorlásnak és migrációnak nevezünk, amelyek teljesen át fogják alakítani azt a világot, amit mi ismerünk, és amiben most élünk. És nekünk 2050-es, 70-es, 80-as és 90-es időszakra kitekintve ebben a perspektívában és ebben a távlatban kell értelmezni azt, ami történik, különösen tudva, hogy ami akkor történik, az annak lesz a következménye, ami most történik. A miniszterelnök a hosszú távra 2030-ig szóló célok közé sorolta, hogy Magyarország kerüljön az EU 5 legjobb országa közé. Az elmúlt években közösen elért siker jutalma az, hogy még többet kell dolgoznunk, mert ha nem tekerjük, akkor eldől a bicikli. Orbán Viktor arról beszélt, el kell érni, hogy a következő évtized végére Magyarország Európa 5 legversenyképesebb állama közé kerüljön, álljon meg a népesedési hanyatlás, valamint sikerüljön elérni az energiafüggetlenséget. A Jobbik üdvözli, hogy a kormány felismerni látszik a magyarság valós problémáit, a DK szerint pedig nem igaz, hogy az Európai Egyesült Államok víziója a bevándorlókkal megváltoztatott Európa víziója. Többen már készhez kapták Orbán Viktor levelét, amelyben a miniszterelnök a bevándorlással kapcsolatos brüsszeli tervek veszélyeire figyelmeztet. Kettő napja az Európai Bizottság egy hosszabb cikkben magyarázta el, hogy szerintük miért nincsenek titkos tervek a bevándorlás fokozására. A kormány szerint azonban ez az írás valójában egy beismerő vallomás, amelyből kiderül, hogy valóban léteznek a magyar kormány által kifogásolt tervek. A budapesti postaládák egy részébe már megérkezett a miniszterelnök levele, amelyben a bevándorlási válság fejleményeire és a brüsszeli tervekre hívja fel a figyelmet Orbán Viktor. Örülünk neki, hogy a miniszterelnök úr ennyire szívén viseli azt, hogy ne jöjjenek a migránsok ide, mert mi már nem annyira, de az unokáink jövője az nem mindegy.
Úgyhogy szerintem nagyon jó, hogy most még írásba is megkaptuk ezt. A küldemény része a kormány múlt héten indult tájékoztató kampányának. Migráns vízummal akarja könnyíteni a bevándorlást. Hétfőn az Európai Bizottság úgy reagált a kormányzati akcióra tájékoztatójában, hogy az EU migrációs politikájával kapcsolatban számos félreértés, tévhit terjedt el, pedig az Európai Bizottságnak nincsenek titkos tervei a migráció fokozására. A legszürreálisabb az talán az volt, amit a migráns vízummal kapcsolatban tett nyilatkozatot a bizottság. Az Európai Bizottság félreértelmezi saját szerepét és befolyásolni akarja az unió döntéshozatalát. Erről beszélt a kormányszóvivő az M1-en. Hollik István azt mondta, a testület nyilatkozataival elismerte, hogy léteznek a bevándorlást menedzselő tervek. Azért beismerő vallomás az, amit tettek, mert tulajdonképpen mindegyik olyan tervről, amelyre mi most itt fölhívtuk a tájékoztatási akciónkban a figyelmet, mindegyikre azt mondja, hogy ja, hát igen, ez végül is van, de azt nem úgy kell érteni. Tehát megerősítőleg kommentálta a bizottság ezeket a terveket, mindegyik létezik. A kvótamechanizmust most éppen úgy hívják, hogy állandó áttelepítési keret. Az Alapjogokért Központ igazgatója szerint az EU célja, hogy támogassa a bevándorlást. Ha összességben nézzük nem csak a Frontex-es javaslatot, a humanitárius vízumokat, a 7 pontból álló migrációs csomagot, a menekültügyi ügynökség felállítását, a menekültügyi eljárások központosítását, ehhez kapcsolódva még a politikai NGO-k támogatását, amelyek segítik a bevándorlást, és a többi, akkor kirajzolódik az a kép, hogy általánosságban van egy ilyen bevándorlás fetisiszta uniós testtartás. Szántó Miklós arra számít, hogy a bevándorlás politika az európai parlamenti választás kampányát is meghatározza majd. A brüsszeli bevándorláspárti bürokrácia bosszú hadjáratot folytat Magyarország és Lengyelország ellen, de a két ország mindig számíthat egymásra. Ezt mondta Szijjártó Péter, miután lengyel kollégájával tárgyalt Budapesten. Hozzátette a külügyminiszter, hogy mindkét ország kiáll saját nemzeti érdekei mellett, egyenes és őszinte álláspontot képvisel a nemzetközi vitákban, továbbá fontosnak tartja mindkét ország az európai keresztény örökség megvédését is. A brüsszeli bürokrácia által ellenünk indított hadjáratok lelepleződtek, azoknak semmifajta valós alapjuk nincsen, azok kizárólag politikai motiváción alapuló támadások, mégpedig azért, mert két olyan országról van szó, mely világossá tette, hogy nem kíván bevándorló országgá válni, és szembe megy a brüsszeli bevándorlási politikával. Döbbenetes felvételeket forgatott a bosnyák-horvát határ közelében az M1 stábja. A hegyi utakon, illetve erdei ösvényeken végeláthatatlan sorban menetelnek az illegális bevándorlók Horvátország, tehát az Európai Unió felé. Megint szinte csak fiatal férfiakat látni, akik katonás tempóban haladnak. Mostanra elolvadt a hó a magasabb hegyekben is, így várhatóan egyre nagyobb csoportok indulnak útnak a Balkánon. A Piersivicai hegység Horvátország és Bosznia-Hercegovina határán fekszik, legnagyobb részét sűrű erdő borítja, ahol medvék is élnek, egyes területekre csak saját felelősségre szabad belépni. A hegyvidék kanyargós útjai jelenleg így néznek ki, tele vannak migránsokkal. Egyikük éppen az úti tervét meséli. Társaival mindenhol miukkal a hátukon Bihácsból indultak el, hogy így illegálisan hagyják el Boszniát. Azt mondják, nem akarnak tovább várni. Négy alkalommal próbálkoztam eddig, mindig elfogtak és visszaküldtek minket, de nem adjuk fel, mondja a férfi, aki azt tervezi, 5-6 napig fog gyalogolni egyfolytában. Ahogy enyhül az idő, a migránsok tömegesen hagyják el a befogadó táborokat, általában éjszaka indulnak útnak. Bihácsról az elmúlt héten összesen 300-an, csak kedden pedig 80-an jöttek el a táborból. Többször is próbálkoztam már, de a hó és a nehéz körülmények miatt eddig nem jutottam át, ezért mindig visszafordultam, mondja egy másik pakisztáni férfi. A befogadó központban azonban a rengeteg távozó ellenére is sokan vannak, csak Bihácson 1500
százan lehetnek. A helyieket a leginkább az zavarja, hogy a bevándorlók éjjel is kijárnak a központból. Migránsok sétálnak a városban egész éjjel, nem tudom mi okból, hiszen este 9 óra után már minden zárva van, de ők kint vannak az utcákon, idézőjelben elfoglalták a városunkat, a bűncselekmények pedig mindennaposak, mondja ez a helyi férfi, aki szerint a biharcsiak lassan egy éve élnek félelemben. Boszniában egyre nagyobb a nyugtalanság amiatt, hogy a hivatalos előrejelzések szerint is erősödhet a nyomás a következő hónapokban. Görögországban ugyanis 80 ezren várakoznak arra, hogy Európa felé induljanak. Idén még nagyobb lesz a nyomás, nőni fog a migránsok száma, amiből ismét gond lehet, fogalmazott a bijeljinai rendőrség vezetője. A miniszterek tanácsa minden héten tart válságtanácskozást a migrációs helyzet miatt, de nincsenek eszközeik. Azt viszont már eldöntötték, hogy bővítik néhány befogadó tábor kapacitását. A tervük szerint először a Szarajevóhoz közeli Ussiveki táborban kezdődhetnek meg a munkálatok. Tavaly több mint 25 ezeren érkeztek Boszniába illegálisan, többségük pakisztáni volt, de a hivatalos adatok szerint a migránsok között német, spanyol és dán állampolgárokat is találtak, akikről kiderült, hogy a világ különböző pontjain bűncselekményeket követtek el, és a migrációs hullámot kihasználva próbáltak feltűnésmentesen utazni. Az év eleje óta 6 olyan migránst is őrizetbe vettek a bosnyák hatóságok, akik a gyanú szerint terrorizmussal hozhatók kapcsolatba. Tudósítunk Muci Attila, a hegyek közül visszatért Bihácsba, őt kapcsoljuk most élőben. Ezeknek a felvételeknek a hangulata már 2015-öt idézi, amikor a Balkánon először elindultak a bevándorlók nagyobb számban, és olyan, hogy megint fiatal férfiakat látunk rajta jó tempóban haladni, mondhatnám azt is, mondom is, mintha katonás tempóban jönnének. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Nos, azt hiszem, hogy a jövőben sem fogunk látni ezen a hegyi ösvényen vagy hegyi utakon mást, mint életerős fiatalokat. Nagyon nehéz terepről van szó, ezt nők és gyerekek nem hiszem, hogy meg tudnák tenni. Tehát a hegy lábától fel a hegy tetőig, ahol át lehet lépni Boszniából Horvátországba, 16 kilométeres, rendkívül nehéz hegyi ösvény vezet, kocsival is 2 órát vesz igénybe, hogy valaki feljusson, gyalog pedig 4-5 órát, nem is beszélve arról, hogy miután átlépnek, fölértek a hegytetőre és átlépnek Horvátországba, annak függvényében, hogy kinek mennyi pénze van, és hol fog úgymond taxit, vagyis embercsempészt igénybe venni, hogy tovább jusson Szlovénián, illetve azon keresztül Olaszországba, 5 naptól 15 napot is gyalogolhatnak ezek a migránsok, tehát nem csak ez azt jelenti, hogy nem csak fiataloknak kell lenniük, hanem rendkívül jó fizikai állapotban, mondhatni, edzetnek kell lenniük, és beszéltünk a napokban arról is, hogy egyharmad az átjutási arány Horvátországon és Szlovénián keresztül. Nos, a legfrissebb adatok szerint ebből a 300 emberből, akik az egy hét alatt, az elmúlt 7 napban elhagyták a bírabefogadó központot, mindössze 30-an, vagyis csak 10%-uk tért vissza, és ezekkel a képekkel arra szerettünk volna rámutatni, amiről beszéltünk, hogy mágnesként fogja vonzani a migránsokat ez a nagy átjutási arány, hogy is lesz újra főútvonal, vagy hogy lesz továbbra főútvonal azokból az országokból, akik nem fordítanak kellő figyelmet a határvédekezésre, vagy valami miatt rövid időre meggyöngül. Attila, köszönjük szépen az exkluzív felvételeket, és hogy felmentetek ti is a hegyek közé, láthattuk legalább, hogy mi történik ott mostanában. Ugyanaz a terrorsejt állhat a 2016-os két nagy kamionos terrortámadás, vagyis a nidzai, illetve a berlini gázolásos merénylet mögött egyre több jel utal erre. A német sajtóban megjelent információk szerint egy Bilal nevű tunéziai férfi a nidzai és a berlini tömeggyilkossal is kapcsolatban állt a merénylet előtt. Bilált Németországban elfogták, de nem emeltek ellene vádat, hanem kiutasították az országból, így a mai napig szabadon lehet. Azt nem tudni, hogy mire készülhet még. Több mint 2 év telt el azóta, hogy egy tunéziai bevándorló egy lopott teherautóval keresztül gázolt a berlini karácsonyi vásáron. Anis Amri akkor 12 embert megölt és több mint 70-et megsebesített.
A német hatóságok váltig állítják, az iszlám államnak hűséget esküdött 20 éves fiatalember, aki illegálisan lépett be Európába és hamis papírokkal utazgatott Németország és Olaszország között, egyedül hajtotta végre a merényletet. A német sajtóban napvilágot látott információk alapján azonban úgy tűnik, hogy Amri nem magányos farkas volt, akit az 5 hónappal korábban végrehajtott nizzai mészárlás inspirált, hanem egy Franciaországot is behálózó szalafista terrorcsoport tagja. Az olasz hatóságoktól kiszivárgott dokumentumok pedig bizonyítják, a német rendőrség az Amri ügyében folytatott nyomozás során hibát hibára halmozott. Amis Amrit már egy évvel a berlini támadás előtt jól ismerte a német terrorelhárítás, de hiába voltak szélsőséges iszlamista kapcsolatai, egy újjal sem értek hozzá. A merényletet követő eljárásban pedig ennél is nagyobbat hibáztak. Futni hagyták egy Németországban élő, szintén tunéziai származású barátját, Bilal Ben Ammart. A férfit gyorsított eljárásban alig több mint egy hónappal a karácsonyi vásár elleni támadás után hazatoloncolták Tunéziába. Tették ezt annak ellenére, hogy a férfi évek óta rendszeres látogatója volt egy szalafista tanokat hirdető, azóta bezárt berlini mecsetnek, és saját állítása szerint tagja volt az iszlám államnak is. És bizonyítottan találkozott Amrival a merénylet estéjén, sőt segíthetett neki megszökni a támadás helyszínéről. Ráadásul alig 2 órával a tragédia után egy ismeretlen telefonszámra fotókat küldött a letarolt karácsonyi vásárról, dokumentálva az Amri által véghez vitt pusztítást. A német rendőrök mégis kérdés nélkül elengedték, anélkül, hogy kihallgatták volna. Pedig Bilal Ben Ammar nem csak a berlini, hanem a fél évvel korábbi nizzai gázolásos merénylettel kapcsolatban is fontos információkkal szolgálhatott volna. Legalábbis ezt állítják a német lapok, amelyek szerint a férfi a 86 ember életét követelő mészárlás idején Nizzában tartózkodott. Ott kapcsolatba léphetett a szintén tunéziai születésű Mohamed Boulellel, akiről azóta bebizonyosodott, egy terrorcsoport tagjaként készítette elő és hajtotta végre az iszlám állam által is vállalt támadást. Mintha évek óta jó barátok lennének és gyakran összejárnának, nagyjából ebben a hangulatban kezdődött Donald Trump és Kim Jong-un második csúcs találkozója Vietnámban. Nevetgéltek, majd hogy nem sugdolóztak a kamerák előtt. Már a felvezetés, például Trump internetes bejegyzései alapján is erre lehetett számítani. Persze a lényeg majd a zárt tárgyalásokon dől el, ott egyáltalán nem garantálható a siker. Fegyveres katonák és biztonságiak vették körül a Marriott Hotelt Hanoiban. Itt szállt meg Donald Trump, akinek autókonvoja helyi idő szerint a késő délutáni órákban indult el az immár második amerikai észak-koreai csúcstalálkozó helyszínére. Az amerikai elnök és Kim Jong-un észak-koreai vezető hosszas kézfogással üdvözölte egymást. Azt hiszem, sikeres lesz a találkozó, jók a kapcsolatok, mondta Donald Trump a négy szem közti megbeszélés előtt. A két politikus először 8 hónapja Szingapúrban találkozott egymással. Biztos vagyok benne, hogy ez alkalommal jelentős eredményeket mutathatunk majd fel, amelyeket mindenki üdvözölni fog, mondta bizakodva Kim Jong-un. A tavalyi történelmi szingapúri csúcson általánosságban megállapodtak arról, hogy szükség van a koreai félsziget és azon belül is Észak-Korea atomfegyvermentesítésére. A részletekről, például az ellenőrzés módjáról azonban nem született döntés. Pyongyang azóta felhagyott rakéta kísérleteivel, de az ígéretek ellenére a Yongbyoni atomerőmű leszerelése még el sem kezdődött. Néhány órával a vietnami csúcstalálkozó előtt Donald Trump egy Twitter bejegyzésben barátjának nevezte az észak-koreai vezetőt. Az amerikai elnök azt írta, Vietnam úgy virágzik, mint kevés hasonló hely a világon. Észak-Koreában rövid időn belül ugyanez megtörténhet, ha végrehajtaná a nukleáris leszerelést. A történelemben páratlan lehetőség előtt áll a barátom Kim Jong-un. Egyelőre nem tudni, sikerül-e a két vezetőnek áttörést elérni az észak-koreai atommentesítésben. A közmédia helyszíni tudósítója szerint sokan bizakodnak a hanoi csúcs sikerében. Arra számítanak a megfigyelők, a szakértők, hogy Szingapúrhoz képest, ahol főként diplomáciai sikereket értek el a találkozóval, lesz előrelépés, mégpedig a nukleáris leszerelés kérdésében. Egyelőre csak találgatni lehet, hogy a nukleáris leszerelésért cserébe mit ajánlhat fel Donald Trump Kim Jong-unnek. Pyongyang elsőleges céljai között a nemzetközi gazdasági szankciók enyhítése vagy teljes eltörlése szerepel. A kommunista ország ugyanis súlyos élelmiszerhiánnyal küzd.
A hánoi csúcs másik központi témája az 1950-53-as koreai háború lezárása lehet, amely békeegyezmény helyett fegyverszünettel ért véget. A felek közötti érdemi tárgyalások csütörtökön lesznek. Sokat jelent a magyarok segítsége a közel-keleti keresztényeknek. Erről beszélt a szíriai Melkita görög katolikus egyház pátriárkája reggel az M1-en. Azt mondta, hogy továbbra is együtt dolgoznak a magyar kormánnyal azon, hogy a keresztények szülőföldjükön élhessenek. Az utóbbi néhány évben ő már nem az első közel-keleti keresztény előjáró, aki köszönetet mondott Magyarországnak és a magyar embereknek. Így néztek ki tavaly előtt az Iszlám Állam terrorszervezet pusztításainak nyomai a szíriai Kesab városában. Az ott élő katolikusok lakásait és templomait is a földig rombolták, ebből a Krisztus szoborból is csak néhány darab maradt. A keresztények üldözése az utóbbi években egyre nagyobb mértéket öltött a térségben. Néhány éve az ő megsegítésükre indította a magyar kormány a Hungary Helps nevű programot. A magyar kormány továbbra is arra törekszik, hogy Magyarország továbbra is elkötelezett, hogy segítsen, a szír keresztények mielőbb visszatérhessenek szülőföldjükre. Erről beszélt az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Azbej Trisztán kiemelte, az elmúlt 2 évben 35 ezer olyan emberhez jutottak el, akik a válságrégiókban élnek. Ez számunkra nem egy opcionális kérdés, hanem becsületbeli ügy, erkölcsi felelősség, keresztény világnézetből fakadó kötelesség és történelmi hivatás. A magyar álláspont szerint a segítséget oda kell vinni, ahol a baj van, és nem a bajt Európába hozni. Erre emlékeztetett Orbán Viktor miniszterelnök kedden, miután a világ egyik legrégebbi keresztény közösségének vezetőjét, Első József Apszi Melkita görög katolikus pátriárkát fogadta Budapesten. A megbeszélésen elhangzott, hogy mivel jelenleg nincs közvetlen diplomáciai kapcsolat Magyarország és Szíria között, a kormány a helyi keresztény egyházak humanitárius programjainak támogatásával járul hozzá az elvándorolt lakosság hazatéréséhez. A pátriárka az M1 ma reggel című műsor azt mondta, a segítség, amit kapnak, nagyon sokat jelent számukra, ez maga a szolidaritás. A segítségnek több arca lehet, több eszközzel kaphatunk segítséget. Magyarország nem elégszik meg azzal, hogy szavakkal segít, hanem tettekkel aktívan támogat minket, keleti keresztényeket abban, hogy a szülőföldünkön maradhassunk, szögezte le a görög katolikus pátriárka. Hozzátette, a szíriai válság előtt mintegy 140 ezer melkita görög katolikus élt az országban, akik közül sokan elmenekültek. Bár közösségük sokat szenvedett az elmúlt időszakban, szeretnének a szülőföldjükön élni. A pátriárka arról is beszélt, a kereszténységen keresztül nagyon közel érzik magukhoz a magyar népet. A magyarok a keresztény értékek szerint élnek, és nyitottak minden olyan nép megsegítésére, amelyet üldöznek. Magyarország és Málta érti a bevándorlási válság súlyosságát, és azt, hogy választ kell adni erre a kihívásra. Ezt mondta Szijjártó Péter, miután a máltai külügyminisztert fogadta Budapesten. Egyetértés volt abban is, hogy a határsértés bűncselekmény, a migráció nem alapvető emberi jog, az illegális bevándorlást pedig Európa határaitól a lehető legtávolabb kell megállítani. Egyetértünk abban is, hogy oda kell vinni a segítséget, ahol baj van. Málta is komoly afrikai fejlesztési programokat szorgalmaz, és mi a magunk részéről is a Hungary Helps programmal Afrikába és a Közel-Keletre visszük a segítséget az ott nehéz helyzetbe került közösségek számára, hogy ott helyben tudjanak maradni és ne induljanak meg Európa irányába. A gyakorlatban is elindult a Magyar Falu program, megjelent az első 2 pályázati kiírás. Egyházi, valamint önkormányzati, közösségi terek fejlesztésére kaphatnak pénzt a kistelepülések. Ebben az évben 150 milliárd forintot szán a kormány az 5000 fő alatti falvak fejlesztésére. A cél egyértelmű, azt akarják elérni, hogy jobb legyen vidéken élni. Az 1700-as évek végén épült, és nagyon-nagyon rászorul a külső felújításra, vízszigetelésre, újravakolásra. Évek óta romlik a perbáli plébánia állapota. A plébános szerint szigetelni és festeni is kellene. Műemléképület teljesen máshogy szabad hozzányúlni, mint egy más helyszínhez, és ez egész más anyagi
erőforrásokat is igényel. A településen 2000-en élnek, a felújításra eddig sem az egyháznak, sem az önkormányzatnak nem volt pénze. Most viszont kormányzati támogatásból újulhat meg az épület. Két új pályázati lehetőséget jelentettek be a Magyar Falu program részeként, amellyel a kormány elsősorban a kis településeken élők elvándorlását szeretné megállítani. Erre 13 milliárd forintot különítettek el a költségvetésből. Egyházak és önkormányzatok jelentkezését is várják. Tehát olyan egykori plébániaként, parókiaként, gyülekezeti házként, vagy akár egyháziskolaként működő épületek felújítására, amelyek ma üresek, ma nem lakik benne plébános, nem lakik benne lelkész, nincsen benne iskola, üresen állnak jó ideje, emiatt leromlott fizikai állapotban vannak. Ezeknek a felújítására, korszerűsítésére költhetnek 15 millió forintot a nyertes pályázók. További 5 millió forintot programszervezésre, 3 milliót pedig olyanok alkalmazására lehet nyerni, akik programokat szerveznek. A kormány számára fontos az 5000 fő alatti települések jóléte is. A Magyar Falu programmal a vidékiek helyben maradását támogatják. Magyarország úgy egységes, hogy nem csak a határon túli magyarok fontosak számunkra, nem csak a városokban élők fontosak számunkra, hanem a vidéken, kis településeken élők is. A Magyar Falu program az idén 150 milliárd forint támogatást kap, amelyből 75 milliárd forint pályázati úton lesz elérhető az 5000 fő főnél kisebb települések számára. Dél-Korea legnagyobb vegyipari vállalata akkumulátorgyárat épít Komáromban. Szijjártó Péter azt mondta, az új autóipari beruházás értéke csak nem 240 milliárd forint, és 1000 új munkahelyet hoz létre ezzel a koreai cég. A miniszter felhívta a figyelmet arra is, hogy a legmodernebb technológiát alkalmazó, magas hozzáadott értékű tevékenység valósul majd meg az üzemben. Magyar emberek munkájának színvonalát és annak elismerését bizonyítja ez a beruházási döntés, valamint azt is bizonyítja, hogy a magyar emberek munkája nyomán előálló termékek és szolgáltatások a világpiacon is versenyképesek. Ez a gyár ugyanis döntően az exportpiacokra fog termelni. Aláírásgyűjtést indít az Agrárkamara és a MAGOSZ az uniós agrártámogatások csökkentése ellen, és az ellen, hogy a gazdákon, például a magyar gazdákon megspórolt pénzt a bevándorlásra költse Brüsszel. Miközben Európa a májusi EP választásra készül, eközben már javában készítik elő a 2021 utáni időszak uniós költségvetését. A megjelent tervek szerint akár negyedével is csökkenhetnek az agrártámogatások. Jelenleg Kisoroszi határában vagyunk, itt műveljük mi földjeinket, 280 hektáron gazdálkodunk. Ezen a Pest megyei földterületen takarmányt termesztenek a gazdaságban tartott állatoknak. A föld megműveléséhez és az állattartáshoz támogatásokat is igénybe vesznek. A földjeinkre a normál terület alapú más néven szapsz, vagy zöldítés támogatást tudjuk igénybe venni. Ez hektáronként nagyjából 70 ezer forintot jelent évente, illetve emellett az állatállományunk anyatehén támogatását tudjuk igénybe venni, ami körülbelül 60 ezer forint per tehén per év összegben merül ki. Későbbiekben szeretnénk igénybe venni egyéb támogatási forrásokat is, de egyelőre ezeknek a kritériumoknak felelünk meg. A mostani tervek szerint az Európai Unió a következő költségvetési ciklusában újabb feltételeket írna elő a gazdáknak, a támogatások összegét pedig csökkenteni. Egyértelműen kijelenthetjük, hogy ennek a magyar gazdák jelentős mértékben a kárvalótja éreznek, és ezen keresztül természetesen a teljes magyar társadalom is. A 2021 és 27 közötti időszakban mintegy 25%-kal kevesebbet fordítana Brüsszel az uniós agrárkiadásokra. Ezek érdemben fogják a magyar agrárgazdaság versenyképességét negatív irányban befolyásolni, és egyértelműen fogják a szektorban dolgozó munkavállalóknak a kereseti lehetőségeit csökkenteni. A tervezet szerint az így megspórolt összeget Brüsszel a migráció kezelésre fordítaná. Nem ezt vállaltuk, nem ebben állapodtunk meg, nem erre jött létre az Európai Unió. Ezért aláírásgyűjtésbe kezdett a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A céljuk, hogy megakadályozzák az agrárköltségek átcsoportosítását a migráció kezelésére. Kúsba kötnek bennünket, jelentős mértékben 25-26%-kal kívánják csökkenteni a támogatásokat, és mindezt a forrást arra felhasználni, hogy elszállásolni a migránsokat, nyelvi továbbképzést,
egyáltalán a beilleszkedéshez szükséges tréningeket szervezni a számukra, mindezt a gazdák rovására. A petíciót május 3-ig lehet online, vagy a falugazdászoknál, valamint a megyei igazgatóságokon aláírni. Nincsenek bevándorláspárti tervek az Unióban, ezt mondta tegnap este egy interjúban Dobrev Klára, a DK-EP listavezetője. Azt is hozzátette, hogy szerinte bevándorláspárti politikusok sincsenek. A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc felesége hazudik, hiszen saját férje is többször kijelentette, hogy jót tenne Magyarországnak, hogyha bevándorlókat fogadna be. Nincsenek bevándorláspárti tervek. Nincsenek bevándorláspárti politikusok. Ezt mondta a migrációról és a migráció körüli vitákról Dobrev Klára. A Demokratikus Koalíció listavezetője az ATV-ben beszélt arról, hogy szerinte egyetlen olyan politikus sincs az Európai Unióban, aki a bevándorlást támogatná. Nincs olyan ember az Európai Unióban és a magyar politikában sem, aki az illegális migrációt támogatja. Nincsenek ilyen civil szervezetek, nincsenek ilyen titkos társaságok. Dobrev Klára itthon lehazudja a bevándorláspárti terveket, de közben Niedermüller Péter megszavazza azokat. A Fidesz szerint Dobrev Klára letagadta a bevándorláspárti terveket, miközben a DK politikusai is számos migrációt támogató javaslatot megszavaztak az Európai Parlamentben. Dobrev Klára itthon lehazudja a bevándorláspárti terveket, de közben a képviselőjük, a pártjuk Brüsszelben minden olyan javaslatot megszavaz, amely arra irányul, hogy a bevándorlást erősítsék és megszervezzék. 2017 novemberében a DK képviselői is megszavazták a felső korlát nélküli kvóták bevezetését, az Európába érkező migránsok automatikus szétosztását és az egyszerűsített családegyesítés tervét. Az előkészítésben is közreműködtem, mert hogy ez egy jó irányba tett lépés. Tavaly decemberben támogatták a migránsvízumról szóló határozatot, amely már azelőtt beutazási engedélyt adna a bevándorlóknak, mielőtt kiderülne, hogy egyáltalán jogosultak-e menekült státuszra. A Demokratikus Koalíció vezetőjeként Gyurcsány Ferenc többször is a bevándorlók befogadása mellett érvelt. Magyarország igenis nem csak hogy képes befogadni messziről jött embereket, de jól is jár. Jól is járna nagyon sokakkal. A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, az sem igaz, hogy Európában ne lennének bevándorláspárti politikusok. Hidvégi Balázs emlékeztetett arra, hogy a migrációért felelős uniós biztos nemrég arról beszélt, hogy kiszámítható és fenntartható mechanizmusra volna szükség a bevándorlók elhelyezésében. Hozzátette, az Európai Parlament elnöke szerint az Unió készen áll a kötelező betelepítési kvótákra. Az Európai Bizottság elnöke pedig nem titkoltan jó barátságot ápol Soros Györggyel, aki már 3 éve is a migráció mellett kampányolt Brüsszelben. Torockai László vezeti a Mi Hazánk mozgalom európai parlamenti választási listáját. Másodikként a párt elnök helyettesét Dúró Dórát indítják, ő azonban nem veszi át a mandátumát, ha megválasztják. A Mi Hazánk mozgalom a MIÉP-pel és a Független Kisgazdapárttal kötött szövetséget az EP választásra. Listájukon összesen 63-an szerepelnek. Akik az elvtelenül egyesült balliberális tömb helyett egy valódi értékalapú összefogást szeretnének, egy valódi programalapú egyeztetéssel létrejött alternatíváját a jelenlegi kormányzatnak, azoknak itt a lehetősége, hogy a Mi Hazánk mozgalom, a MIÉP és az FKGP nemzeti összefogással megvalósult EP választási listájára szavazzanak. Lemond parlamenti mandátumáról, sőt a politikai pályát is elhagyja Hegedűs Lórántné. A Jobbik eddigi egyik legismertebb képviselője tegnap jelentette be, hogy vállalhatatlanná vált számára a Jobbik, amiért a párt együttműködik a posztkommunistákkal. A még megmaradt jobbikosok közül az egyik, Varga Damm Andrea, ma úgy reagált, hogy ettől ők még folytatják az együttműködést a baloldallal, és ő egyébként sem ismer posztkommunistákat a parlamentben. Lemond a mandátumáról és ott hagyja a parlamentet, jelentette be Hegedűs Lórántné szerdán az MT-nek. Egyúttal azt is közölte, hogy március 31-ig lesz országgyűlési képviselő, aztán a civil szakmájában szeretne elhelyezkedni. A Jobbik volt alelnöke, kedden jelentette be, hogy kilép a pártból. Közleményében azt írta, távozása mögött áthidalhatatlan politikai nézetkülönbségek vannak. A posztkommunistákkal történő bármilyen közösségvállalás ellentétes a neveltetésével és a személyes meggyőződésével.
Azt gondolom, hogy a mi közösségünk erre nem adott okot. A jobbikos Varga Dam Andrea azt mondta, hogy nem érti pártársa megnyilvánulását. Szerinte előbb azt kellene tisztázni, hogy mit jelent a kommunista és a posztkommunista kifejezés. Ő ugyanis nem ismer a parlamentben posztkommunistákat. Ez az ő véleménye, én nem ismerek a parlamentben posztkommunistákat, tehát számomra az ilyenfajta kijelentések sajnos értékelhetetlenek. A politikus azt is hozzátette, hogy ő soha nem hallott képviselőtársától olyan típusú kritikát, aminek ebbe a nyilatkozatba kellett volna torkolnia. Semmifajta összefogás nincsen Gyurcsány Ferenc pártjával. Ugyanakkor Hegedűs Lórántné korábban már többször is egyértelművé tette, hogy számára elfogadhatatlan bármiféle együttműködés a baloldallal és Gyurcsány Ferenccel. A baloldali pártok és a Jobbik közös megmozdulásai után a politikus januárban egyenesen úgy fogalmazott, a jövőben a leghatározottabban kerülni kell minden olyan helyzetet, ahol a jobbikosok akár csak egy képpel jelennének meg a vörös 50 árnyalatához tartozó pártocskákkal, főleg olyanokkal, mint a szemkilövető Gyurcsány Ferenc. Csak hogy a Jobbik ezután sem határolódott el a baloldaltól. Az elmúlt időszakban is többször álltak velük egy színpadra, valamint azt hangoztatták, hogy ügyek mentén hajlandóak együttműködni. Varga Dam Andrea szerdán is leszögezte, hogy ki tart az összefogás mellett. Ez az együttműködés ezután is így lesz. Bárki bármit szeretne Hegedűs Lórántné képviselőtársam nyilatkozatából kihozni, mi nem fogunk ezért megbénulni. Az is furcsa önmagában, hogy Hegedűs Lórántné eddig a Jobbik frakciójában ült. A médianéző igazgatója a Kossuth Rádióban arról beszélt, Hegedűs Lórántné kilépése azt mutatja, hogy a Jobbik a háttérben is tárgyalást folytathat a balliberális pártokkal. Nyilvánosan is kokettálnak egyébként, akkor a színfalak mögött biztosan valami fajta egyeztetés, összefogás, tárgyalás zajlik a Jobbik és a balliberális pártok között, és véletlenül ebből lehetett elege a képviselő asszonynak. Tavaly a választások után 26 fővel alakult meg a Jobbik frakciója, amely Hegedűs Lórántné távozása után nem egészen 10 hónappal később 21 fősre apadt. A Jobbik azt szorgalmazza, hogy pénzben és ne szabad időben váltsák meg a rendőri túlszolgálatot. Varga Dam Andrea szerint a plusz ráfordítás kezdetben jelentős költséget jelentene, de szerinte ennek 2/5 hónapokon belül visszakerülne az államhoz adók, illetve járulékok formájában. Minden polgárnak, közszolgálnak joga van ahhoz, hogy 8 óránál többet ne kelljen dolgoznia, megfelelő pihenőidő, a családdal eltöltött idő álljon rendelkezésre, és nem élhet vissza egyetlen kormányzat sem azzal, hogy Magyarországon a közszolgálatában felelősségteljes, szorgalmas, álhatatos emberek dolgoznak. Áron alul jogszabálysértő módon a közgyűlés jóváhagyása nélkül adott el egy belvárosi önkormányzati tulajdonú lakást Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, a helyi Fidesz-KDNP frakció szerint. Hegedűs Zoltán azt mondta, hogy a polgármester Nagy Ernő helyi szocialista képviselő lányának adott el 5.040.000 forintért egy 54 négyzetméteres ingatlant, pedig annak az értékét a szakértők 8,4 millió forintra becsülték. Ráadásul a Fidesz szerint a vételár kifizetésére áprilisig haladékot kapott a vevő. Kezünkben van az a szerződés, amit december 21-én látott el kézjegyével Márki-Zay Péter. Ebben adta el ezt a bizonyos belvárosi lakást. Annyit érdemes még tudni, hogy 40%-os kedvezménnyel tette mindezt. Tehát ezt a 8,4 millióra értékelt lakást 5 millió forintért játszotta át a párt, mondanám, hogy párttársad nincs pártja, az MSZP-s támogatójának, leányának. A város szocialista alpolgármestere szerint az ingatlan értékesítésekor a korábbi városvezetés döntését hajtották végre. Kis Andrea azt mondta, hogy a tavalyi választás után módosították a lakásrendeletet, de a korábban pályázatot benyújtók számára még lehetővé tették, hogy az eredeti feltételekkel vásárolják meg a bérelt ingatlanjaikat. Az LMP szerint Budapest 5. kerületében áron alul adott el ingatlanokat az önkormányzat. Csárdi Antal szerint csak a hatalomhoz közel állók cégei tudnak olyan üzleteket kötni, amelyekben az önkormányzatok a valós piaci értékük alatt értékesítik vagyonukat. Ez viszont azt jelenti, hogy az így benyelt veszteséget ezt nem tudja valódi
közcélokra fordítani az önkormányzat, és azt jelenti, hogy gyakorlatilag kialakítottak egy olyan rendszert, amikor vannak egyenlőbbek az egyenlők között, amikor ezek az egyenlőbbek, ha közel vannak a hatalomhoz, nagyon-nagyon jól tudnak járni. A Demokratikus Koalíció arra szólítja fel a kormányt, hogy állítsa vissza a pedagógus bérek automatikus indexálását. Arató Gergely kijelentette, amikor bevezették az új életpályamodellt, akkor a sok túlóráért cserébe a kormány kiszámítható és stabil bérrendszert ígért. A kormány azonnal állítsa helyre a pedagógus béreknek az automatikus indexálását. Követeljük azt, hogy a pedagógus bérek minden évben a minimálbérrel együtt emelkedjenek, mert megengedhetetlen, hogy azok az emberek, akik a következő generációkat nevelik, millióktól essenek el. Szolgálat közben rohanták le a tekesek, több vesztegetéssel gyanúsított pénzügyőrt a Beregsurányi magyar-ukrán határátkelőnél, összesen 16 pénzügyőrt és 17-ként egy civilt fogtak el. Ugyanaz a gyanú, hogy pénzt fogadtak el a határon, cserébe pedig elnéztek ezt-azt. Voltak hasonló ügyek már az elmúlt években. Akár 24 év börtönt is kaphatnak, ha elítélik őket. Ez kettő napon belül a második hasonló korrupciós ügy. Tegnap 18 rendőrt vettek őrizetbe Győrnél. Tegnap még egyenruhában voltak, egyenruhában dolgoztak, ma már bilincsben vitték őket a bíróságra. Bilincsben fegyveres rendőrök kísérik a győri törvényszék épületébe az egyik korrupcióval gyanúsított kollégájukat. Kedden ugyanis 18 rendőrt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint az M1-es autópályán hónapokon keresztül saját zsebre dolgoztak, vagyis a szabálysértéseken kapott autósokat pénzért cserébe elengedték. A terror elhárítási központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség közreműködésével végrehajtott akcióban 150-en vettek részt. Több helyen, köztük a Lébényi autópálya rendőrségen is tartottak házkutatást, ahol több mint 10.000 euró, csaknem 3,2 millió forint készpénz került elő. A győri törvényszék szóvivője azt mondta, a gyanúsítotti kihallgatások jelenleg is tartanak. A gyanúsítottak letartóztatása iránti indítványokról kell dönteni, folyamatos a gyanúsítottak kihallgatása, várhatóan a holnapi nap délután folyamán fejeződik be az összes gyanúsított kihallgatása, és akkor tudunk bővebb információval szolgálni, hogy milyen döntés született. A hivateli vesztegetés elfogadása 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, de egyes esetekben akár 12 évet is ki lehet szabni. Ez pedig már a Beregsurányi határátkelőhely. A terror elhárítási központ felvételein az az összehangolt akció látszik, ahogy kedden elfogták azt a 16 pénzügyőrt, akiket szintén korrupcióval gyanúsítanak. A határrendészek az Ukrajnába kilépő és az áfát visszaigénylő emberektől több hónapon keresztül rendszeresen fogadtak el készpénzt. A rendőrség a korrupt pénzügyőröket őrizetbe vette, az ügyészség pedig kezdeményezte a letartóztatásukat. Valamennyiük letartóztatására indítványt teszünk, amelynek kérdésében a Debreceni Járásbíróság jogosul dönteni. A legsúlyosabb bűncselekmény, amellyel a vesztegetést elfogadó pénzügyőröket gyanúsítjuk, 24 év szabadságvesztéssel büntetendő. Beregsurányban nem ez volt az első eset, hogy a magyar-ukrán határon korrupció miatt indult eljárás a határrendészek ellen. Két évvel ezelőtt cigaretta és alkoholcsempészekkel összejátszó navosokat fogott el a központi nyomozó főügyészség. Akkor 14 pénzügyőr ellenőrzés és vizsgálat nélkül engedte be az országba a bűnözők autóit, amiért utólag pénzt kaptak. 2015-ben pedig 18 záhonyi pénzügyőrt fogott el a terror elhárítási központ, akik szintén szervezetten segítették a csempészeket az ukrán határon. Több mint 20-an meghaltak és legkevesebb 50-en megsérültek a kairói főpályaudvaron. Hatalmas sebességgel érkezett egy vonat, fékezés nélkül átgázolt az ütközőbakon, felugrott a járdára, aztán felrobbant. Több embert elgázolt, mások pedig a lángok elől nem tudtak elmenekülni. Még vizsgálják, hogy mi okozta a tragédiát. Felkavaró felvételek. A kairói főpályaudvar térfigyelő kamerája rögzítette, amint az egyik pillanatban még békésen sétálnak az utasok a peron mentén, majd hirtelen mögöttük egy vonat csapódik a vágányzáró betonakadálynak. A következő felvételeken már csak az látszik, hogy mindent beborítanak a lángok és elönt a sűrű fekete füst. Az emberek fejvesztve menekültek az aluljáróba. Többen meggyulladtak, páran azonban megőrizték a hidegvérüket, vízzel teli kannákkal igyekeztek oltani az égő embereket.
Szerdán a reggeli csúcsidőben a szerelvény nagy sebességgel, fékezés nélkül érkezett az egyiptomi főváros központi pályaudvarára, és belerohant az ütköző bakba. Több tucat ember meghalt, legalább 50-en súlyosan megsérültek, amikor a dízelmozdony szinte lerepült a sinekről, és felrobbant az üzemanyag tartálya. A mozdony vezetője a becsapódás előtti utolsó pillanatban ugrott ki a szerelvényről. Közben hangosan azt kiabálta, hogy mindenki meneküljön, mert nincs fék, mondta az egyik szemtanú. A szinte felismerhetetlenségi kiégett és összeroncsolódott dízelmozdonyból még órákkal később is sűrű füst szivárgott. Az állomáson a vágány több tíz méteres távolságában minden megsemmisült. Vastagon borított mindent a tűzoltóhab. Olyan magasba csaptak fel a lángok, hogy a pályaudvar három emelet magasságig kiégett, és a tetőszerkezet is megsérült. Az egyiptomi miniszterelnök és a kormány több tagja is rögtön a helyszínre érkezett. A sérültek közül egyesek állapota stabil, sokan viszont életveszélyes állapotban kerültek kórházba. 15 könnyű sérültet itt a helyszínen elláttak a mentőegységek. A sérülteknek és az áldozatok hozzátartozóinak pszichológusok segítenek a trauma feldolgozásában, nyilatkozta az egészségügyi miniszter. A tragédia körülményeit még vizsgálják a hatóságok. A szándékosságot és a terrorcselekményt egyelőre kizárta a rendőrség, valószínűleg a mozdony fékrendszerének meghibásodása okozta a balesetet. Egyiptomban az előregedett járműpark miatt gyakoriak halálos vonat tragédiák. Legutoljára másfél éve Alexandriában 40-en haltak meg, amikor két vonat egymásnak ütközött. Itthon megint több felé pusztított szabadtéri tűz, az avar, illetve a száraz fű gyulladt meg a legtöbb helyen, de például Csongrád megyében egy nádas égett. 5 megyében van érvényben tűzgyújtási tilalom. Jövő hét elejéig egészen biztosan nem lesz komolyabb eső, úgyhogy a következő napokban még veszélyes marad a helyzet. Az M5-ös autópályától alig 100 méterre csaptak fel a lángok a Csongrád megyei Balástya határában. Csak nem 10 hektáron égett a nádas és a száraz fű, 60 szalmabála is kigyulladt. A tűzoltóknak délutánra sikerült megfékezni a lángokat. A tűz keletkezésének okát egyelőre vizsgálják. Idén Csongrád megyében eddig már csaknem 60 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Több esetben rendőrségi vizsgálat is indult, mert felmerült, hogy szándékos gyújtogatás történt, illetve arra is volt példa, hogy emberi gondatlanság miatt égett le nagyobb terület. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Parasznya határában is kigyulladt az avar. A miskolci tűzoltók pár óra alatt eloltották a tüzet. A száraz időjárás miatt 5 megyében, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, valamint Pest megyében tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Ez azt jelenti, hogy még a kijelölt helyeken sem szabad szabadtéri tüzet rakni. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, akár milliós bírságra is számíthat. Aki úgymond tilosban éget, az tűzvédelmi bírságra számíthat, hogyha tetten érik. Ez az összeg 20 000 forinttól akár 3 millió forintig is terjedhet. Szerda délután az Esztergom megyei Kesztölcön és a Heves megyei Boldog település határában is kigyulladt a tarló. Ide a 60 hivatásos tűzoltók mellett a jászfényszarúi önkéntesek is kivonultak, ugyanis csaknem 30 hektárt pusztítottak el a lángok. Kecskemét határában is csaknem 1 kilométer hosszan kiégett a növényzet. Bács-Kiskun megyében csak szerdán több mint 12 helyen kellett toltani a növényzetet. Az elmúlt napokban is országszerte riasztották a tűzoltókat avartüzekhez. Kedden este több méter magas lángcsóvák csaptak fel, és hatalmas füst gomolygott a Csongrád megyei Felgyő és Tömörkin közötti nádasban. A tűz több tanyasi lakóházat, valamint egy csirketelepet is veszélyeztetett. Szóltunk a rendőrségnek, nagy erőkkel kivonult a rendőrség is, tűzoltóság is. Hát ez egy fekete nap lesz a tűz esetében, itt Felgyő környékén, ezt be kell írnunk a naptárba, ugyanis ez már hajnalban elkezdődött 3 óra magasságába. Akkor a 4. kerületben történt 3 tűzeset, valószínű vélhetjük, hogy gyújtogatás, hát egyszerre 3 helyen nem igen szokott véleményünk szerint tűzeset lenni. Vecsés határához is riasztani kellett a katasztrófa védelem munkatársait kedden, amikor több méter magas lánggal égett a növényzet. A tűzoltók szintén egy sűrű nádas fás területen küzdöttek a lángokkal. A füst az M0-ás forgalmát is veszélyeztette. Hamarosan kezdődik a híradó az M5-ön, ma este Galán Angélával. Jó estét!
Jó estét! Mai híradónkban két új színházi bemutatóról is beszámolunk. Az új színházban a Madarak című Katona Imre darabot, a Vix színházban pedig John Cassavetes filmjének adaptációját mutatják be. Aztán egy interaktív, fiataloknak a függőségekről szóló kiállításon is jártunk, de azt is megtudhatják, hogy Ferenc pápa nyári erdélyi látogatására miként lehet regisztrálni. Az Ez itt a kérdésben pedig három közismert és elismert férfi lesz a vendégünk, akikkel a kihívásokról, a sikerekről, a gyermekekről és a család szerepéről beszélgetünk. A stúdióba várjuk Varga Mihály pénzügyminisztert, Böjte Csaba Ferences szerzetest és Nagy Feró rockzenészt. Nagyon szépen köszönjük! 62 magyar versenyző utazik az értelmi fogyatékossággal élő sportolók speciális olimpiájára. Áder János jelenlétében a Sándor palotában tettek ma esküt. Az államfő azzal indította őket útnak, hogy soha ne adják fel. 4 éve 81 érmet szereztek a magyar sportolók, ezt jó lenne idén is megismételni. 31 arany, 30 ezüst és 20 bronzérem. Így zárta 4 évvel ezelőtt a magyar csapat a speciális olimpiát Los Angelesben. Akkor többek között tollaslabdában, atlétikában és asztali teniszben is a magyar versenyzők lettek a legjobbak. 2 hét múlva az Egyesült Arab Emírségekben, azon belül Abu Dhabiban és Dubajban rendezik meg az értelmi fogyatékossággal élők világversenyét. Engedd, hogy győzzek, de ha nem győzhetek, a magyar csapat a Sándor palotában tette le esküjét. Idén 62 sportoló utazik a világjátékokra, ahol összesen 14 sportágban versenyeznek majd. Péter Dávid gyorskorcsolyázó a legutóbbi speciális olimpián 3-szor állhatott a dobogó 2. fokára. Azt mondja, számára a sport kitartást és életcélt is ad. Első számú célom most, hogy az olimpián érmes legyek, aranyérmes legyek. Dobogon végezzek, és mellette most ebbe az évbe fogok érettségizni majd májusban, és későbbiekben majd edző szeretnék lenni, majd korcsi edző szeretnék lenni, és majd gyerekekkel szeretnék majd foglalkozni továbbiakban. Mi sportolóink soha nem adnak fel semmit, küzdenek a végsőkig. A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség elnöke azt mondta, a magyar csapat a végsőkig fog küzdeni, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el. Lengyel Lajos szerint a Speciális Olimpia a versengésen túl a példamutatásról és az összetartásról is szól. A társadalomnak, a többségi társadalomnak meg kell mutatni ezen sportolóknak a képességeit, tehetségét, eredményeit, és nem véletlenül több sportágon is indulunk az egyesített sportba, ahol az épek és a fogyatékkal élők együtt versenyeznek, akár egyéniben, akár csapatsportágban, és ezzel is elősegítve ezt a küzdelmet. Minden alkalom, amikor a speciális olimpiára készülő csapattagjával találkozom, egyre nagyobb létszámban jönnek ide. Áder János örömtelinek nevezte, hogy egyre több sportolónak sikerül bekerülnie a magyar speciális olimpiai csapatba. A köztársasági elnök az olimpiai bajnok vízilabdázó Halasi Olivér életútját hozta fel példának, arra bíztatva a magyar csapat tagjait, hogy sose adják fel. Sohasem szabad feladni. Mindig érdemes az embernek azokért a célokért, azokért az álmokért újabb és újabb erőfeszítéseket tenni, amit kitűzött magára, és akkor az eredmény sem marad el. A speciális olimpia március 15-én kezdődik. Az 5 napon át tartó versenyben összesen 170 ország sportolói mérik összetudásukat.